Közeledik az idő, hogy a most 8. osztályba járó fiatalok eldöntsék, milyen irányba szeretnék folytatni a középiskolai tanulmányaikat. Az év végéig, de legkésőbb februárig nyilatkozniuk kell, addig pedig alaposan körül kell nézniük, hogy a számos oktatási intézmény közül melyikre tegyék a voksukat. A Tolna megyei szakképzési centrum iskolái széles választékot kínálnak a diákok számára a továbbtanulásra. Mi sok mindenben tudunk segíteni. Segíteni tudunk abban, hogy megmutatjuk nekik a képzési palettánkat, segíteni tudunk nekik abban, hogy hogyan zajlik a felvételi eljárás, illetve a jelentkezésnek milyen rendje. És hát tudunk válaszolni a kérdéseikre sok mindenben. A Tolna megyei szakképzési centrum a megye 6 városában, 8 iskolában működik. Szekszárdon 3 technikumunk van, az ADI, a Bezerédi és a Hunyadi Technikum. Bonyhádon a Perccel Technikum, ha északra megyek, akkor az első István szakképzőiskolánk, Pakson, illetve Dunaföldváron a Magyar László szakképzőiskolánk. Tamásiban, a Vályi szakképzőiskolában tudunk felvételi lehetőséget, továbbtanulási lehetőséget kínálni a jelentkezőknek, illetve Dombóváron az Apáczai Technikumot tudom ajánlani az általános iskolás 8-osoknak. Számos szakma közül választhatnak a diákok. Nagyon széles a kínált palettánk, 16 ágazatunk és több mint 40 szakmánk szerepel a palettán. Ebből tudnak a jelentkezők válogatni a szépészettől, a gépészeten, a gazdálkodási ágazatoktól kezdődően az autós szakmákig nagyon-nagyon széles a paletta. Hogyha tájékozódni szeretnének a szülők, illetve a tanulóink, akkor a Tolna megyei szakképzési centrum, illetve iskoláinak honlapját tudom ajánlani. Nem csak a képzési palettát tudják itt megtekinteni, hanem nagyon részletes információt találhatnak meg arról, hogy mennyiben vonzó lehetőséget kínál a szakképzés ma a jelentkezőknek, mit jelent ma ösztöndíjat kapni, mit jelent, hogy szakképzési munkabért kaphat a duális partnernél a tanulónk, illetve mit jelent a pályakezdési támogatás. Egyáltalán mitől vonzó a szakképzés. Jelentkezőknek mondom jó hír, hogy jellemzően nincs felvételi eljárás az iskoláinkban. Az általános iskolás eredményeik alapján rangsorolunk, és a jelentkezési lapjukat legkésőbb jövő februárig kell elküldjék az általános iskolák az oktatási hivatalnak. Amíg ezután változtatni szeretnének, akkor is van lehetőség, hiszen akkor még lehet a sorrenden módosítani. Úgyhogy nagy szeretettel ajánlom a centrum iskoláit a jelentkezőknek. Azok a tanulók pedig, akik testközelből szeretnék megismerni a számukra szimpatikus iskolát, nekik a hamarosan induló nyílt napok keretein belül lesz erre lehetőségük.